No, sziasztok, sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket. Elérkezett az első nap, miután megvetted a magokat, és meg fogom mutatni, hogy hogyan kezdjük el ezeket a magokat inni, és mire jók ezek a magok. El fogom mondani, de csak ilyen pár pillanatra ejtünk róla szót, a többit majd a táborban megbeszéljük. A lényeg az, hogy azért kértem, hogy vegyél lemmagpelyhet, útifűmaghéjat és chia magot, mert ez a három mag keveréke fogja segíteni a bélrendszeredből kiszedni azokat a salakanyagokat, amik ott már évtizedek óta meg vannak telepedve. Ugye a bélrendszer egy nagyon-nagyon bonyolult járat, útrendszer, ami tele van mindenféle kicsi kis redőkkel, zegzugokkal, és bizony, amikor rengeteg cukros, lisztes, tejtermékes dolgot eszünk, akkor az zsíros dolgot eszünk, azok nem tudnak eltávozni egy idő múlva a bélrendszerből, ezért az történik, hogy a bélfalon megtapad. És akkor nekem van erre egy nagyon jó kis módszerem, hogy hogyan tisztítsuk a bélrendszert. Miért kell a bélrendszerünket tisztítani? Első körben azért, mert hogyha jobb életminőséget szeretnél elérni, akkor minimum, hogy a bélrendszerünkkel kezdjük a tisztogatást. Az ugyanis, amikor a bélrendszerben megtapadnak, megrekednek az elhasznált salakanyagok, méreganyagok, és nem tudnak távozni, ezért visszakerül a cirkulációba, ugye megmérgez, ugye méreganyag, ugye nem tud kitávozni, eltávozni, ugye a széklettel, ugyanis széklettel, vizelettel, izzadással méregtelenít a test, és hogyha valaki nem iszik elég vizet, akkor a vizeletet, a vizet visszatartja a vese, és felhasználja ugye a test újra. Igen ám, ez átmegy a vérrendszerre is, és ez a cirkuláció, ez megy körbe-körbe. Tehát olyan, mintha szennyes vizet keringetnél körbe a testedbe. Ezért kell első körbe kezdeni mindig mivel? Méregtelenítéssel, bélrendszer méregtelenítéssel. Ugye kértem, hogy vegyél meg ezt a magot, és vegyél hozzá egy vega proteint. Ugye ez nem tartalmaz állati eredetű húsokat, hanem csak növényi, zöldség alapú por formájában. Nekem most egy narancs, nekem gyümölcsös van, narancsízű, és ugye én Kanadából hoztam magamnak, itt van a mag benne, tehát ez az enyém, és meg fogom mutatni, hogy hogyan kell használni. Mivel egy embernek 45 g rostra van szüksége, oldhatatlan rostra, ugye vannak oldható rostok és oldhatatlan rostok, ezek itt, amiket én kértem, hogy vegyél meg, ezek oldhatatlan rostok. Az oldhatatlan rost azért kell, mert hát ugye benne van a nevében, és nem oldódik fel, és ezáltal a bélrendszerben tulajdonképpen egészben megmarad ez a magszem, és ezért kell roppintottat vagy pelyhet venni, mert hogyha egészben nyeled, az is kell, a lenmag is és a chia mag is, jó, hogyha van egészben is és összeroppintva is, elmondom, hogy miért. Mert hogyha egészben van, akkor nyálkásítja a bélhámsejteket és a laphámsejteket, a nyálkahártyát, és hogyha gyulladás van, mondjuk egy fekély van a bélrendszeredben, mondjuk gluténérzékeny vagy bármi, az semmi más nem eredményez, mint hogy egyszerűen csak el van savasodva, el van tömődve, el van koszosodva, koszolódva a bélrendszered. A csiamag, az egész csiamag, az egész lenmag abban fog segíteni, hogy egy nyálkát képez, egy nyálkot képez neked ott a bélrendszer falán. De azért kell, hogy megroppintva is legyenek a magok, mert azok viszont kifejtik a hatásukat, meg tudnak növekedni, és ez a megnövekedett mag szépen végigvonul a bélrendszeren, ugye itt jön a vékony béllel, és szépen itt körbe végigmegy, és amikor végigment, akkor ugye eljön a széklet ideje, és akkor egy bizony egy tartalmasabb, bűzös, büdös széklet formájában elindul a méregtelenítés. De ez semmi gondot nem eredményez nálad, annyi, hogy maximum érezni fogod, hogy egy kicsit fel leszel puffadva,
fájni fog, görcsölni fog egy kicsit a hasad, ahogy ugye próbálja magát átnyomni, átlökni azon az úton, hiszen a bélrendszer ugye, a bélrendszered is szépen itt el van tömődve. És akkor éppen csak egy kis résen megy át a széklet. Na, ez a mag abban fog neked segíteni, hogy 20-szorosa vizet képes felszívni, tehát úgy azzal kezdjük most, hogyha még nem ettél ilyen magokat, hogy egy evőkanállal fogjuk kezdeni, igazából olyan 3 evőkanál az napi adag, és úgy szoktam csinálni, hogy reggel másfél evőkanál és este másfél evőkanál. A te feladatod most az lesz, hogy egy evőkanállal reggeli előtt szépen teszel, meg is mutatom, teszel vizet. Ja igen, és kell hozzá egy nagyobb üveg, nekem ez egy ilyen, hát egy ilyen kb. Egy fél literes üveg. Ez azért jó, mert akkor nem fog kilötyögni, meg ilyen kis pohárban, ilyen 2-3 decis poharakban ilyen, nem annyira kényelmes ezeket a magokat elkeverni, és nekem ezért van Kanadában is, és itt is ez a fél literes üvegem, és akkor öntök bele vizet, persze megylevest készítettem belőle, öntök vizet, így kb. Egy félig öntöm vízzel, én legalábbis, nézd, így félig öntöttem, beleteszem a kis magjaimat, jól beleteszek én egy ilyen, hát ugye én már gyakorlott magevő vagyok, így ennyit beleteszek, nyém, ide berakom a, oké, ide, és nem szabad vele elidőzni, és ugye nekem van a gyümölcsporomból is beleteszek ennyit, így, gyorsan-gyorsan összekavarom, pillanat alatt összekavarom, veszel egy nagy levegőt, és megiszod. Oké? Azért kell a nagy levegő, hogy meg tud inni egyszerre. Nem várogatunk, hogy kortyolgatjuk. Ezt egyszerre meg kell inni. Mert ezek a magok, mint mondtam, 20-szoros a vizet képesek felszívni. Összekentem a számot. 20-szoros a vizet képesek felszívni. Ezt a vizet, amit én beleöntöttem, fél percen belül fullra felszívták volna, és nem tudtad volna még kikanalazni se. Tehát gyorsan meg belerakod, megkevered, egy nagy levegő, puff, megittad, oké? No. Igazából ennyi. És aztán napközben nagyon sok vizet kell inni, mert hogy ezek a magok bent felszívják az összes vizet, és elindul benne az emésztőrendszerbe útjára, tisztogat, és aztán majd meg fogod látni a végeredményt, jó? Na, többit meg majd beszéljük tovább, jó? Ennyi lenne, puszi!